Önök az Emplén Televízió kulturális magazin műsorát, a Mecénás látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ma is három érdekes kulturális csemegével várjuk Önöket, tartsanak velünk! Egy érdekes kísérlet eredményeként született meg Neszlár Sándor Egy ács nevelt fiának lenni című könyve. Az író futás közben megszületett gondolatait vetette papírra. Ennek eredményeként született meg a kötet, amely személytelensége ellenére személyessé teszi a történetet. Az 1111 mondatból összeállt regényt a szerző szülővárosában, Sátoraljaújhelyen is bemutatta. Egy. Már csak 2 percet van hátra, lassan elszámolsz 42-ig. 2. Egy város széle vagy közepe számít a távolság. 3. Párta közelebb van, mint gondolnád. Gyerünk, fiú, szaladj a hírrel. 4. Úgy indulsz el a maratonon, hogy nem tudod, mi vár rád a 21. kilométer után. 5. Lassan kezdeni, nem figyelve senkire, mégis mindent pontosan érzékelni. 6. Nem törődni a szurkolókkal sem, csak haladni előre, leszegett fejjel. 7. Lehagysz egy japán nőt, szűk, virágmintás ruhában, fején kalap, kezében kamera. 8. Amerre a legjobb, ezt tetováltatni a lábadra. 9. Befutsz a Margit-szigetre, de semmi eufória. 10. Beszélgetésekbe hallgatni bele. Annyi kint a magyar, hogy a tengerparton szervezik nekik futóversenyt. Dániában készülök 10 fokban, aztán októberben eljövök Budapestre, 30 fokban maraton. Ezek Neszlár Sándor Egy ács nevelt fiának lenni című könyvének első mondatai, az úgynevezett futós mondatok. Az író minden lefutott kilométerhez írt egy mondatot, a kötetet 1000 mondatosra tervezte, de gyorsabban futott, mint írt, így lett a kötetben 1111 mondat. Ez is egy jó kérdés, ez a futással függ össze, mert annak idején, amikor elkezdtem futni, és így láttam, hogy most már hamarosan közeledni fogok az 1000 lefutott kilométerhez, akkor elhatároztam, hogy na hát akkor én fogok írni 1000 mondatot erről a futásról, mert ez engem nagyon foglalkoztatott, de aztán gyorsabban futottam, mint írtam, és akkor rájöttem, hogy hát az 1000 az így kevés lesz, és hát már az 1111 kilométer következett, és hát akkor kénytelen voltam már írni 1111 mondatot, de itt azért most zárójelben megjegyzem, azért sokkal több lett ez, mint 1111, ezzel kellett húzni belőlük, lecserélni őket, úgyhogy jó sok mondat van ebben a könyvben, az biztos. A kötetben olvasható, elsőre talán egymáshoz nem illő gondolatokból mégis egy kerek történet alakul ki. A könyv címe is beszédes, és szerepel abban az 1111 mondatban, mely a kötetben megtalálható. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy milyen címet lehetne adni ennek a könyvnek, és azt gondolom, hogy ez jól összefoglalja azt, hogy ez a könyv ez hogyan működik. Egy kicsit csalóka is, mert aki egy Jézus regényt vár, az lehet, hogy hiányokat fog találni, de azért van sok utalás rá, és inkább, ami a fontos volt számomra, hogy egy olyan mondatot emeljek ki ebből az 1111-ből, amelyik egy kicsit összefoglalja, ami egy kicsit jellemzi is ennek a kötetnek a rövid és szikár mondatait, és egyfelől a játékosságát is, tehát ebbe sok mindent bele lehet gondolni. Hát lényegében van egy bibliai utalás Jézusra, és hogy itt ami a legérdekesebb, hogy az ember hogyan tud asszociálni, és hogy ami szerintem izgalmas, és ebben a könyvben ezt nagyon sokszor körbejárom, hogy vannak közös pontjaink, vannak ez a legkisebb közös többszörös, amit minden egyes pillanatban, minden egyes rezdülésünkben érzünk és érzékelünk. Nyilván ezek határozzák meg a mindennapjainkat és az ünnepeinket főleg, és hogy ezért ezzel jó egy kicsit ezzel játszani is. Olvasónak lenni mindig ez a legizgalmasabb, és íróként is ez az izgalmas és érdekes dolog, hogy eljátszani olyan helyzetekkel, olyan szituációkkal, amelyekben vagy benne voltam, vagy szerettem volna benne lenni, vagy megpróbálom elképzelni, hogy milyen lett volna benne lenni. És ez nagyon jó érzés, hogyha valaki először hallva ezeket a mondatokat, ezt a nyitottságot, ezt a játékosságot már egyből érzi. Jó lenne azt hinni, hogy az olvasó az mindig egy kicsit úgy olvassa ezt a könyvet, hogy ez róla is szól. Igyekeztem is olyan mondatokat beletenni, amikor kénytelen azt érezni, hogy ez valóban róla szól, ez neki van címezve. És valóban, ha olvasunk, szeretünk egy kicsit úgy
úgy gondolkozni, hogy megpróbáljuk ezt az írót, akit mi fölépítünk magunkba, ezt az írót egy a sajátunknak a számunkra fontos dolgait összegyűjteni, de azt gondolom, hogy ez mindenkinek egyéni lesz. És ezért jó, hogy minden egyes olvasónak, aki fogja ezt a könyvet olvasni, vagy bármelyik könyvet, lesz egy saját szerzője, és talán egy kicsit lesz egy saját maga is, és akkor így összeáll a kép, így lesz az író és az olvasó jó barát. Valószínű, hogy össze fog állni egy történetté, de nem ez a cél. Inkább szerintem az a cél, hogy itt vannak különböző mondatok, egymástól nagyon különálló mondatok, amelyek egy idő után valamelyest így egy szép kerek egészet ki fognak tenni, de nem úgy, amikor egy történetben megismerjük, hogy említettem itt a beszélgetés alatt, hogy egy krimiben meg fogjuk tudni, hogy ki a gyilkos, itt nem ilyen szintű, nem így fog összeállni az egész történet, de itt szerintem az izgalmas inkább az, hogy elkezdjük olvasni ezt a könyvet, és fokról-fokra, hogy jutunk, előrébb jutunk, így az előző mondatok így elkezdik megerősíteni a következő mondatokat, és így ezáltal így elkezdenek ezek egymással beszélgetni, és talán a végére összeáll egy olyan kép, amire azt tudjuk majd mondani, hogy hát igen, elolvastam 1111 mondatot, és ezek mégiscsak valahogy összeálltak számunkra fontos dolgokká. A könyv 50 mondatos egységekre bontva tartalmazza az író gondolatait, azonban minden fejezet egy hosszabb lélegzetvételű gondolattal zárul. Én szeretném azt gondolni, hogy a rövid mondatok is, amit rövidnek gondolunk, azok is egy nagy-nagy történetet tudnak elmesélni. Viszont itt én, mint szerző, én az olvasótól azt várom el, hogy itt nagyon sokat tegyen hozzá saját magából. És ezáltal nekem csak egy-egy jelzést, egy-egy rövid impulzust kell megadni, hogy az olvasónak egy kerek kép összeálljon. És nagyon sok olyan visszajelzést kaptam, ami számomra nagyon egyszerű élethelyzetet jelentett meg, és le is írtam, és volt, aki erről nagyon hosszan is személyes élményt tudott ezzel elmondani, hogy ez elindított benne valamilyen gondolatot. És visszatérve arra, hogy igen, vannak 50 mondatonként hosszabb történetek, ezek valóban kellenek, egy kicsit itt meg tud pihenni az olvasó, de itt sem az egyértelmű, hogy összeálljon egy valami egész kép. Itt vannak, amiket lehet összeolvasni, és inkább ez egy játékos rész lesz, hogy na most éppen mit fogok kapni a következő 50 mondat után. A könyvbemutatón Lapis József, irodalomtörténész beszélgetett az íróval a kötet megszületéséről. Nem tudtam, hogy ezen dolgozik egyébként, viszont ez a meglepetés, ez nagyon hamar, nagyon kellemes meglepetéssé vált. Egész pontosan odáig, ahogy elkezdtem olvasni a könyvet, rájöttem, hogy ez működik. Nagyon jól működik, nagyon érdekes. Az a helyzet, hogy jelenleg azért most már a könyvek jó része egy egyszerűbb történetmondó jellegű regény a kortárs irodalomban, és most, amit Nesztár Sándor csinál, az szerintem különleges újdonság. Lehet, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt még nem tűnt volna annyira különlegesnek, de a mostani kínálatban ez mindenképp egy olyan, ami más lélegzethez fogja engedni az olvasót. Tehát nagyon izgalmas, ízlelgetős, finom, nem olyan, amit az ember így feltétlenül egyszerre, egy végtéve, gyorsan végigolvassa, hanem olyat, amire sokszor vissza lehet térni hozzá, tényleg mint egy minőségi bor, én azt tudnám hasonlítani. A könyvben szereplő mondatok külön-külön is megállják a helyüket, de aztán mégis valahogy egy kerek történetté formálódik, és átad egy üzenetet. Ön számára mit adott az olvasás után ez a könyv, milyen üzenetet? Nagyon érdekes ez, mert nem is azt mondanám, hogy egy történetté áll össze, vagy egy üzenetet ad, hanem több történetté. Legalább 4-5-öt lehet külön-külön úgymond összerakni belőlük, és azért is nehéz lenne egy üzenetet megfogalmazni, mert ráadásul a mondatoknak önmagukban is némelyiknek kifejezetten van valamiféle üzenete, de még csak nem is ezért a legnehezebb, és nem is fogok tudni erre egyértelmű választani, hogy mi az egy üzenet, mert nincs ilyen. Pont arra tesz kísérletet a könyv, hogy ne legyen az, hanem hogy minden egyes mondat után megálljunk és elgondolkodjunk. Én azt mondom, hogy nincs ilyen üzenet, de azért, mert szándékos, illetve akár ezret is, ezer különböző tanulságot is magával tud vinni az ember, hogyha elolvassa, és ezért jó ez. Kérdéseket tesz fel, problémákat vet fel, amivel szembesülünk. Az Egy ács nevelt fiának lenni című könyv mondatai főnévi igenevekben íródtak, a személytelen megfogalmazás azonban személyessé teszi a történetet, az olvasót is arra készteti, hogy a gondolatokon keresztül saját életét is lefussa.
A Szent László legenda középkori falképeiről. Ezzel a címmel rendezte meg legutóbbi ismeretterjesztő előadását a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma. Sebestyén József vendég előadó, műemlékvédelmi szakmérnök, építészmérnök, elsősorban a felvidéki és erdélyi templomokban található Szent László ábrázolásokkal ismertette meg hallgatóságát. Első Szent László király nem csak a magyar, hanem az egyház történelembe is jelentős szerepet játszott. 1077-ben koronázták meg, majd legfőbb intézkedései közé tartozott, hogy például a belpolitikában törvénykönyvei megjelentetésével számos kérdésben, így például egyházi ügyekben, világi büntetőjogi rendelkezésekben, vagy éppen a tulajdon védelmében jelentős szigorításokat vezetett be. Hazánkban számos templom őrzi emlékét. Ezeket a kulturális örökségeket ismerhették meg az érdeklődők a Rákóczi Múzeum legutóbbi előadása keretében. Korai magyar történelemnek, az épített örökségünknek egy nagyon fontos és értékes része az, hogy tudjunk arról, hogy mely templomok őriznek Szent László ábrázolásokat, hogyan is terjedt ez el a kultusza, és melyek azok a szerencsés templomok, amelyek oly régtől, Kárpát-medence melyik részében maradtak fenn, és őrzik a Szent László ábrázolásokat. Maga az időzítés szerintem nem idegen Sárospatakon, hiszen itt vagyunk Szent Erzsébet hetében, és a Szent Erzsébet programok között ez a mai nap pont úgy beilleszkedik a sorozatba, hiszen ma az egyház nem szervezett egyéb programot, tehát direkt így igyekeztünk összehangolni, hogy ezen a gyönyörű egyházi héten mi is egy ide illő előadást válasszunk, és azt gondolom, hogy a magyar szentek világa az Szent Erzsébet héten is aktuális Sárospatakon. Kevés olyan királyi család van Európában, amely ennyi szentet adott, és figyeljünk oda, ismerjük rá ezeket. Szent István királyról évek óta mindig a 20. ünnepkörben Sárospatakon szépen megemlékeznek. A Szent Erzsébet megemlékezésekről szintén több évtizedes hagyományként beszélhetünk, és időnként azért Szent László is felbukkan a sárospataki előadások kínálatában. Az idén mi vállalkozunk erre. Sebestyén József vendégelőadó, műemlékvédelmi szakmérnök, építészmérnök, főként a határon túli, alig ismert templomok világát hozta el Sárospatakra, illetve az azokban található Szent László ábrázolásokat. Építész vagyok, műemlékekkel foglalkozom, és mind ilyen történelmet szerető építész kerültem kapcsolatba helyszíni munkák során a Szent László legendákkal. Rengeteget jártam már a 80-es évek, sőt, hát a 70-es évek végétől, közepétől Felvidékre, Erdélybe, és ott azért elég gyakran van lehetősége, szerencséje az embernek Szent László legenda falképekkel találkoznia, és aztán valahogy úgy hozták az erdélyi kapcsolataim, ismeretségeim, hogy belekeveredtem egy konkrét kutató munkába, nevezetesen a székelydájai református templomnak a 92-ben folyt egy kutatása, amiben belekerültem én abba a restaurátorok vezette csapatba, ahol én is egy héten keresztül kalapáltam a falat, most ezt idézőjelben értendő ez a kalapálás, de hát ténylegesen ez konkrét falkutatást jelentett. És ami meglódított engem ebben az ügyben, az egy teljesen érzelmi dolog volt, hogy ugyan szerkezeti okokból kellett a templomon ezt a kutatást végezni, de azért a kíváncsiság az embert, illetve hát a csoport vezetőjét is tovább hajtotta, úgyhogy nem csak a szentélyben keresgéltünk, hanem a templom hajójában is. És azért mindenkiben ott motoszkált hátul, hogy egy udvarhelyszéki székelyföldi templomban
megvan az esélye annak, hogy netán falképet találunk, és a falképen esetleg még Szent László király is ott látható, és mit ad, ahogy ott mondják, a fennvaló. A egyik kollégám, ő történész, egy bizonyos helyén az északi falon elkezdett keresgélni. Én meg láttam, hogy ott keresgélhet, de ott nem valószínű, hogy eredmény lesz, és akkor én valami sugallattól vezérelve fölballagtam a karzatra, és a karzatról kezdtem az északi falat kopácsolni. És hát nem telt bele 4 óra 20 perc, megjelentek azok a sisakok, amelyek a Szent László legenda helyenkénti kezdő jelenetének kivonuló katonáinak a sisakjai voltak. És akkor egy ilyen örömüvöltés, indián csatakiáltás, hogy megvan, és akkor mindenki oda csődült, és tulajdonképpen ez volt egy olyan dolog, ami érzelmileg is megindított ebben a dologban, de ami egyébként a különössége az volt, hogy ez 1992 volt. És Szent Lászlót 1192-ben avatták szentté. Úgyhogy 800 éves évfordulóján történt ez az egész esemény, és aztán ez volt a másik, ami meggondolkodhatott, illetve megsegített abban, hogy ezzel az ügyel érdemes foglalkozni. Aztán a későbbiekben már ilyen lehetőségem nem volt, de attól fogva bekapcsolódtam, ahol lehetett ilyen ügyekbe is. Többek között 93-ban jelent meg László Gyula munkája nyomán a Szent László legenda középkori falképeken című kiadványa, ezt a Tájakorok Múzeumok Egyesülete adta ki. És kiváló művészettörténész kolléganőm, azóta már nincsen köztünk sajnos, tudva azt, hogy ilyesmikkel is foglalkozom, meg hogy nagyon szeretek fotózni, és kitartóan, és nagy türelemmel fotózom ilyen dolgokat is, és tudta, hogy Szent László legenda falképekről is vannak fotóim, ezért a könyvkép szerkesztésébe engem is bevont, pláne, hogy az a bizonyos székelydájai esemény, ez afelé is indított a dolgot, hogy lehetett nyitni a könyvben, tehát újabb és újabb dolgokat lehetett a könyvet bővíteni. Úgyhogy aztán ebbe is belekapcsolódtam, tehát ilyen személyes dolgok vonzanak engem. Természetesen ki lehet emelni közülük egyet-egyet, többet különböző területekről, amelyek kiemelkedő művészi értéket is képviselnek, ezt lehet országon belül, tehát a jelenlegi határainkon belül is, hiszen itt is kerültek elő falképek. Amiket jobban ismerünk, és ami nagyobb számot jelent, az most már a környező országok, az ezek a területeken lévő településeknek a templomaiban található, ami nagyon ismert, a gelencei Szent László legenda falkép, vagy Székelydes, de hogyha átmegyünk Felvidékre, akkor Kakaslomnici legenda, vagy mondjuk a rimabányai falképek, ezek mind akár azért, mert egyfajta teljességét adják ennek a legenda ábrázolásnak, vagy pedig a sajátosságaira mutatnak rá, azért jelentősek, azon túl, hogy művészi igénnyel készült alkotásokról van szó. Én nem vagyok avatott kutatója ennek a kérdésnek, én inkább ebben az egész dologban lubickolok, gyönyörködöm, amikor olvasok, amikor látom ezeket a falképeket, és úgy érzem, hogy az én épülésemet is szolgálja, amikor ilyen dolgokkal találkozom, illetve ezekkel a falképekkel, vagy a falképekhez kapcsolódó ismeretanyaggal foglalkozhatom, ismerhetem ezeket. Abszolút nem vagyok teljesen napra kész ebben a dologban, hiszen annak ellenére, hogy sok-sok új dolog és sok-sok új ismeretet találhatunk most az utóbbi időben megjelent kiadványokban, de természetesen sok a kérdés, sok a feltevés, van, amit tisztánban látnak a kutatók, van, amelyikre
továbbra sincs válasz. És éppen az, hogy újabb és újabb dolgok kerülnek elő, ezek mind hozzátesznek az eddigi legenda képhez. Most éppen néhány, hát talán van egy éve, hogy a Sepsi-Kijéni, ez is Erdélyben, Háromszéken található, Sepsi-Szentgyörgytől nem messze ez a település, annak idején Huszka József által lerajzolt az ő ábrázolása, az ő faképmásolataiból ismert falképnek a feltárása fejeződött be, illetve most már a restaurálása is, és ennek a vizsgálata során derült ki egy egészen különleges részlet, ami teljesen unikum, teljesen új a Szent László legendák sorában. A Sárospataki Comenius Campus újabb tárlattal várja az érdeklődő közönséget. Ezúttal Górész Szabina festőművész alkotásai színesítik az intézmény folyosóját. Viaszfestéssel vitte gondolatait vászonra, amelyek bár borús hatást keltenek, sok élethelyzetbe engednek betekintést. A viaszfestés az, ami jelenleg meghatározza Górész Szabina festői munkásságát. Gyermeki lét, felnőtté válás, tűnődés, többek között ezek a témakörök jelennek meg a festőművész képein. A sokrétű gondolatokat az egyedi technika teszi még érdekesebbé. A Comenius Campus galériájában ez az újabb tárlat várja az érdeklődőket. Pécsi Tudományegyetem művészeti karán diplomázott festőművészként 2013-ban, mestere Hegyi Csaba festőművész volt, gyakorlatilag Sajó-Szentpéteren él, miskolci kötődése is van. Hát kollégák vagyunk egyrésztről, másrésztről pedig ő nekem 10 évvel ezelőtt volt tanítványom, és így megmaradt végül is ez a személyes ismertség. Egy időre nyilván eltűnt a szemem előtt, teljesen normális módon, amikor egyetemen, hát akkor még talán követtem, és utána egy kicsit eltűnt. Ez volt a cél, hogy úgy pályára engedni őket, hogy aztán ők is végül is gyakorló művészként aztán átvegyék a stafétabotot. Tehát az viszont nyilván mindenképpen érdekes, hogy egy tanulás folyamán, ahogy megpróbáljuk mondjuk felkészíteni őket a felvételére, akkor abszolút más dolgokat csinálnak, és aztán itt látni már, hogy így a pályájuk elején valamilyen személyes hangot találva, milyen művekkel jönnek, az mindenképpen érdekes, hogy ki milyen. De én úgy látok kapcsolatot egyébként már, amennyire én velük találkoztam, hogy a személyiség és a választott út azért szerintem hát nyilvánvalóan összefügg. Személyes jó barátomnak talán nevezhetem, és mesteremnek is, Lenkei Tóth Pétert. Ezzel talán egy kicsit meg is válaszolom a kérdést, hogy hogyan jövök én ide, vagy hogyan kerültem a művészethez. Tehát neki is szeretném megköszönni valamit, mint itt az egész intézményi karzatnak, akik emögött így segítkezet nyújtottak. Tehát igen, így Péter révén kerültem a grafika után át a képzőművészet, festészet szakára, vagy irányzatára, vagy műfajára, inkább így mondom, hogy műfajára. Lehet egy kicsit autodidakta módon kezdődik mindenkinél, de ezen, mint minden gyereknél, rásegít a szakkör, és akkor utána valahogy ilyen automatikusan mindig ilyen irányba terelődtem a felvételi után, valahogy ebbe az irányba. Tehát lehetett volna ez máshogy is, de érdekes módon így ez a pálya így adta magát. Miskolcon tanultam, ott végeztem a gimnáziumot is, és utána egy szakiskolában, tehát ilyen szakképzésen, okáis képzésen ismerkedtem meg Péterrel. Ott eleve fotón indultam, majd nagyon gyorsan átnyergeltem a grafikára, mert az volt testhez álló, és hát most kicsit furcsa ezt mondani, de látott bennem potenciált, és azt mondta, hogy akkor festészettel szerinte kezdhetnék valamit, és így nagyon gyorsan átterelődtem erre az irányba. Felvételi előkészítős alapnak indult részben, de hozzájárult maga a sokszorosító grafikai eljárás, tehát a képgrafikát végeztem, és ennek a
mechanikája és folyamata volt az, ami érdekesnek találtam, meg érdeklődtem is iránta, de mégiscsak dominálva a festészet már maga az iskolai tanulmányok során is. Színesben gondolkodik egy kicsit az ember. Persze vannak itt nagyon sok, tehát talán döntő többségben itt a monokrom képek vannak. Lehet, sőt talán nagy százalékban a grafikának a rovására írom ezt, de ez a nagy különbség, és ez a fajta másfajta gondolkodást igényli, hogy kicsit expresszívebben is kifejezheti az ember magát, és színekben is másabb dimenziókat tud adni a képnek. Most egy egészen érdekes technikát hoztál kiállításként. Mi is ez pontosan? Történetesen ez az enkausztika, és valóban nem egy közismert technika. Nagyon lesarkítva viaszfestést jelent, de itt ne a batikféle hobbi művészetre, és ne is a tojásra való viaszírásra gondoljunk, hanem ez egy görög eredetű archaikus technika, ami eredendően pigmenttel színezett viaszt feltételez, és ezt egy felületre felhevítve vitte fel az alkotó, majd beégette a felületbe. Ennek egy válfaja, itt egy elpusztásított viaszt alkalmazok, amit vagy felülfestéssel, vagy magába a pasztába kevert festékkel színezek meg, és nem pigmentként keveredik a két anyag. Ugye azt tudjuk, hogy maga a viasz az egy nagyon érdekes anyag, bármilyen formában használjuk föl. Mennyiben ad ez nagyobb szabadságot az alkotónak, vagy esetlegesen pont lekorlátozza? Szeretnék erre úgy gondolni, hogy szabadságot ad, mivel hát lehet, hogy nem annyira köztudat, de a viasznak nagyon erős szakrális jellege van. Méghozzá hát ugye Krisztusnak, mint világvilágosságának a gyertyaöntésből, mint anyagból, vagy eleve a méz és a méhekből való kiindulásból következtethetünk elsősorban erre, valamint a vallásnál még a viasz offerek, tehát a gyógyulás után ezt a beteg testrészt viasz formában felajánlották, templomba helyezték, tehát ez a fajta felajánlás és az a fajta transzcendens tartalom azért benne van tudtomon kívül is, meg tudtommal is a munkákban, mert nem lehet ettől függetlenedni, de azt azért szeretném elmondani, hogy archaikus és igazából a fajumi mumia portrékra asszociálunk ebből a technikából, de ennek van is, és kell is, hogy modern aspektusai legyenek. Amikor elkezd az ember egy ilyen anyaggal dolgozni, akkor aznak van egy tanulási folyamata. Mennyiben volt nehéz elsajátítani azt, hogy tényleg mikor, hogyan, miként kell bánni ezzel a különleges anyaggal? Ez változó, vagyis hát inkább úgy mondom, hogy ez egy folyamat, és még szerintem mindig nem ért véget, tehát nem azt mondom, hogy egy ilyen master szinten vagyok ezzel, vagy bármi hasonló, mert a beszerzett viasznak sem általánosítható a tulajdonsága, tehát ez is változik, a felület kísérletek is festék, a festékanyag, ha változik, ha az oldószerek változnak, mind-mind befolyásolják, hogy hogyan reagál ez a szerves anyag a kemikáliákra, vagy az egyéb szerves anyagokra. Tehát ezek nagyon összetett folyamatok, és így hát mindegyik csak egy ilyen stáció. Kicsit komplex, picit keresztmetszete is az eddigieknek ez a kiállítás, mert a barnásabb tónusú monokrómok, például a kezdeti stációk, ott az emlékezésre való reflektálást próbáltam így megfogalmazni, hogyan dolgozzuk fel az emlékeket. Ezek többnyire saját családi, anekdotikus történeteket dolgoznak fel, majd később hát talán igen, ezeket a grafikusabb háttérüket tudnám kiemelni, ami már nem a normál figuralitás felé tendálnak, hanem már egy kicsit ilyen
konceptuálisabb témát feszegetnek, ott a génmódosított takarmányozás által okozott mutációkat fejtegettem. Kicsit nehezebb téma, és igen, mindegyik ilyen borús, tudom, sokszor meg is jegyzik, hogy nem a vidámabb, meg könnyedebb műfajokat hozom fel, vagy gondolatokat, de ezeken egy kicsit ellensúlyoz talán az, hogy ezeket a gyermeki, vagy a gyermeki emlékezés, vagy gyermeki átalakulások, vagy felnőtté válás bizonyos foszlányait próbálom így megragadni kicsit színesebben. Ezt így magamban is ellenpontozom a grafikus, illetve monokrom képeknél, hogy egy kicsit felszínezem a koloritot, de ezek is egy kicsit borongósabb témák. A felsőoktatási intézmény már hagyományosan újabb és újabb alkotóknak ad bemutatkozási lehetőséget. A képzőművészet sokszínűségét szeretnék ilyen módon bemutatni hallgatóiknak. Önök az Emplén Televízió kulturális magazin műsorát, a Mecénást látták. Műsorunkat bármikor visszanézhetik a www.zempléntv.hu weboldalunkon. Mára megköszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!